A szentmisét követően köszöntő beszédek hangzottak el. A meghívottak között volt Répás Zsuzsanna, Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára is. Nagyon jó szívvel jöttem ide, hiszen azt jelenti, hogy ezen a mai napon a vajdasági magyarság szíve itt dobog. És ha a vajdasági magyarság szíve itt dobog, akkor az egész magyarság szíve itt dobog, hiszen ezt jelenti az összetartozás. Az összetartozás azt jelenti számunkra, hogy minden közösség számít. Ilyen bármelyik szegletében a Kárpát-medencének vagy a nagyvilágban, és nagyon örülök annak, hogy most itt lehet ebben a kicsiny, de erős magyar közösségben. A megnyitó ünnepséget rendszerint valamely jeles történelmi vagy művelődés történeti helyen szervezik meg. Idén az Aranka folyóról és a Kilenc lyukú hídjáról ismert Kanizsa monostorra esett a választás. Én azt gondolom, hogy jó az, hogyha kevésbé ismert, ritkábban a figyelem középpontjában levő településekről indulnak el ilyen rendezvények, mert egyrésztről megmozgatják az adott kis közösséget, vagy az adott közösséget is, másrésztről a figyelem középpontjába hozzák őket, harmadrésztről pedig lehetőségük van nekik a bemutatkozásra. A vajdasági magyar ünnepi játékok lehetővé teszi a kulturális és művészeti élet csúcs teljesítményeit képviselő fellépők bemutatkozását. Ugye 1932 esztendővel ezelőtt, pont így augusztus 24-én volt, ugye, amikor a Vezúv vulkán kitörése eltörölte a föld színéről Pompejt, és hát mi is abban reménykedünk, mint az a megkövült Pompeji ebb, amelyről Szenteleki Kornél irodalom alapítónk írt nagyszerű gondolatokat, hogy mi is abban reménykedünk, hogy az a láva, amely ránk leselkedik és fenyeget bennünket, a beolvadás, a fogyatkozás, az önfeladás lávája, az valahogy, mint a Pompeji ebb remélte, megáll előttünk és megkímél bennünket. Én azt gondolom, hogy ehhez hozzásegít az ünnepi játékok rendezvénysorozata is, hogy ne érjen el bennünket a pusztító láva. A csupán 115 lakos számláló három utcából álló falu mindössze néhány évtized alatt néptelenedett el. Legidősebb 88 esztendős lakosa még emlékszik erre az időszakra. Monostor község nagyon fölvött volt mindig ebbe a körzetbe. Nem volt olyan verbisza, Cernabara, Jázova, mind nagyobbak voltak, de mindig elébb álltunk. Itt mindenféle versenyre. Itt teke kuglipálja, az asszonyok kötöttek, kiállítást csináltak. Sütésből, ki mit tud sütni, azt vitték oda. Hát most olyan, hogy hát kiabálni kell egyik szomszédtől a másik hang, hogy hát meghallja. 3-4 ház üres, akkor van egy, amiben laknak. A vajdasági magyar ünnepi játékok megnyitó ünnepsége talán felhívja a figyelmet ennek a magyar kisközösségnek a rohamos fogyatkozására.